Noával nagyon el vagyunk kés, késve a kiképzés tekintetébe, mert ugye Noának a legnagyobb problémája az az volt, vagy még talán most is, hogy teljes bizonytalanságot mutat, és fél mindentől. Gyere, Noá! Úgyhogy majdnem elment két hét azzal, míg összebratisztunk vele. Gyere, Noá! És egyáltalán hozzá lehetett érni. Mert ha meg akartuk fogni, meg akartuk simogatni, gyere, Noá. Akkor bizony-bizony oda kapkodott, ami ül, Ül, fekszik, fekszik, ami így önmagában viccesnek tűnt, mert ugye kiskutyáról beszélünk, de azért csak-csak csak megpróbált megharapni. Ül, okos vagy, most már azért hozzá lehet érni, bár hogyha valamilyen nagyon hirtelen mozdulat van, akkor még most is be tudod stresszteni. Gyere egy lábhoz gyere, úgyhogy eléggé lassan haladtunk, vagy haladunk vele a kikérzés során. Ül, fekszik. Tehát a tulajdonossal a gazdája az jelezte felénk, hogy, hogy ez a probléma ezzel a kutyával. Ugye azt mondja, hogy minden idegen megugat, meg akarja őket támadni, ül. De hát ez a okos vagy, ez az agresszivitása, ez gyakorlatilag, gyere Noah, gyere, gyere, Ez abból adódik, hogy ez a kutya, ez bizonytalan és fél a nem megszokott helyzetektől. Gyere, gyere! Ugye bejött a képbe a Hedda, mindjárt már le is marad, és megpróbálja kikerülni őt. ű fekszik, okos vagy, fekszik, fekszik. Ez is javult már, mert azért a kutyák közelében sem tudott. Ne, ne, ne menj el, ne, ne menj, ülj le szépen. Ugye itt erről beszélünk, amikor van valami kis nem várt esemény, akkor rögtön bepánikol. Úgyhogy próbáljuk mindenféle szituációt hozzászoktatni, időt adni neki, hogy megszokja a munkát, az érintést. Hát, hogyha fel akarom venni, akkor is van egy kis para kapaszkodik a lábaival. Hát még annyit lehetne csinálni, hogy együtt aludnék vele, de nem fogok. Okos vagy, úgyhogy marad ez a érintés, simogatás, hozzászoktatás és közben a munka még egyszer mondom, hogy nagyon nehéz volt vele, mert egy jó másfél hét, bő másfél hét elment azzal, hogy valamennyire megszokja itt a kikérzőket, megszokjon minket lábhoz, és el lehessen kezdeni érdemben dolgozni vele. Ül, jele, ül, okos vagy, szuper. Már itt a hedda, már érzem rajta, hogy egy kicsit a testén is, hogy megfeszülnek az izmai lábhoz. De hát azért kezdi megszokni az itteni munkát. Menjünk ki a képből, lábhoz. Gyere, gyere, Lábhoz. Ül. Fekszik. Ugye nem, nem egy fiatal kutya ő. Hát lehet, hogy egy kicsit előbb kellett volna ezzel a problémával foglalkozni, még fiatal korba, mert gondolom akkor is voltak már vele ilyen gondok, de hát most ez van. Ebből a korba kezdtük el a viselkedésének a javítását. Okos vagy. Hát az első időköz képes már annyi a helyzet, hogy el kell lehetett vele kezdeni dolgozni, és már hozzá lehet érni, ha nem is hirtelen, mert akkor be tudsz stresszelni. Úgyhogy alakul a helyzet, de hát szép lassan, egy kicsit lemaradásban vagyunk, de hát hogyha nem egy alap kutyával kell foglalkozni, tehát amikor valami ilyen probléma van a kutyának, akkor bizony nagyon sok idő elmegy azzal, hogy összehaverkodjunk vele, elnyeljük a bizalmát, és csak később tudunk vele dolgozni, tehát nem lesz a kiképzési szempontból akkora eredmény a, a képzésnek. De hát ha már tudunk javítani a viselkedésén, és már nem, fog, nem akar mindenkit megtámadni, akkor már szerintem a gazdája és örülni fog. Tehát igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több munkát, minél jobb eredményt elérjünk ennél a kutyánál.